sérült gyerekek helyett az iváncsai akkumulátorgyár dél-koreai vendégmunkásai laknak az egyik Agárdi Hotelben. Eredetileg mozgássérült gyerekek táborozhattak volna a szállodában, de az az éveleje óta munkásszállóként üzemel, és ez állítólag még 2 évig így is lesz. A stúdióban Torockai László. Jó estét, elnök úr! Jó estét, kívánok! Voltak éppen miért pont még 2 évig, és mi lesz 2 év múlva? Hova mennek a vendégmunkások? Hogy a vendégmunkások hova mennek, azt nem tudom, de a vendégmunkásokból egyre több lesz Magyarországon, hiszen ez a kormányzati gazdaságpolitika, amit nem véletlenül most már évek óta folyamatosan kritizálunk, egy egészen másfajta gazdaságpolitikát képzelünk el. Családi gazdaságokról beszéltem, magyar KKV-szektor támogatásáról beszéltem, és mindig azt a választ kaptam a parlamentben, hogy ez idejét múlt, ez nem működik. Aztán amikor a japán nagykövettel ebédeltünk egy fogadáson a japán nagykövetségen, a Magyar Interparlamentális Unió magyar-japán csoportjának tagjaként, akkor ott megkérdeztem a japán nagykövetségen dolgozókat, illetve a nagykövetulat, hogy náluk működik, hát náluk működik a családi gazdaságra épülő gazdaság, például a mezőgazdaság tekintetében, de nem kell Japánig elmenni, a szomszédban itt van Ausztria, Ausztriában is működnek a családi gazdaságok. Magyarországon az akkumulátorgyár nagyhatalom koncepcióját adja jelenleg a Fidesz, ami szerintem egy katasztrófa. Vendégmunkások fognak ott dolgozni, a környezeti károkat, az energiafelhasználást, azt mi fogjuk megszenvedni, miközben olyan támogatásokat, adókedvezményeket adnak ezeknek az akkumulátorgyáraknak, ami azt eredményező, 10 évig nem fog megtérülni, még az sem, hogy itt adóznak. Az önök értelmezésében a vendégmunkások megjelenésének mi a legnagyobb veszélye, problémája? Hát egyrészt mi ragaszkodunk ahhoz, hogy Magyarország magyar ország maradjon a jövőben, és mi ezt egy értéknek tartjuk, és nem értünk azzal egyet, hogyha gyakorlatilag megszűnnek a nemzetállamok Európában. Ezzel az Európai Uniós koncepcióval nem értünk egyet. Úgy látszik, hogy most már a Fidesz, bár szavakban egészen másról beszél, úgy látszik, hogy ugyanezt akarja Magyarországon megvalósítani. Csak hogy, amit az előbb beszéltem Komiáti Imrével, az MSZP elnökével, az azt mutatja, hogyha igaza van Orbán Viktornak abban, hogy kellene ide 500 000 dolgos kéz még, azt a magyar munkaerőpiacról nem fogja tudni a magyar kormány biztosítani, sőt, több mint 300 000-et kellene valahonnan előszedni. Csak külföldről tudunk. Nem, egy teljesen más gazdaságpolitikával, tehát egy gazdasági szerkezetváltásra van szükség, ami például azt eredményező, hogy, vagy eredményezhetné, hogy Magyarország, ugye Thomas Piketty, egy francia közgazdász gyönyörű tanulmányában elmondja azt, hogy Magyarország és a magyar gazdaság a leginkább kitett a külföldi nagytőkének az egész régióban. Ez az egyik oka annak, sok egyéb mellett a kormányzati felelőtlen osztogatás, meg egyéb pénzkiszórás mellett, többek között ez is az oka annak, hogy ilyen infláció van Magyarországon, hogy ilyen az élelmiszerinfláció Magyarországon. De nem vagyunk elkésve ezzel? Hát a jelek szerint olyan lendülettel épülnek és szerződnek akkumulátorgyárak és gyárakra a magyar kormány tagjai Szijjártó Péterrel az élen, hogy mintha ezzel elkéstünk volna, hogy azt mondjuk, hogy ezt ne. Mindenféleképpen nagy a baj, én sem mondom, hogy nem nagy a baj, de minél hamarabb tudunk változtatni ezen az irányon, annál hamarabb kell változtatni. Hogyan lehet ezen változtatni? Hát ebben a helyzetben? Kormányváltással, meg a parlament összetételének a megváltoztatásával, mert ez a 2/3, ez szerintem még sok Fidesz szavazó is elismer, hogy ez nem tesz jót a fideszes kormányzásnak sem, mert gyakorlatilag mindenféle kritika nélkül, mintha nem is lenne ellenzék, úgy bármit átvisz a Fidesz, és szerintem nem hallja meg ezeket a kiáltásokat a parlamentben, vagy akár a felszólalásaimat nem akarja meghallani a Fidesz, pedig hát ebből egyenesen következik, amiről az előbb beszéltünk, hogy ebből gazdaságilag Magyarországnak nem lesz haszna, miközben akár 500 000 idegenbe fognak Magyarországra hozni, ebből konfliktusok lesznek, tehát ez biztos, hogy nagyon-nagyon rossz ez az irány, meg hát hiába erősítenénk ezek után mondjuk akár a magyar KKV-szektort, mit tudnak beszállítani majd a magyarok mondjuk egy akkumulátorgyárba? Ugye ezt meg Csap Magdolna olyan szépen elmondta, hogy legalább még egy ilyen hipermarketbe, ugye mi annak sem örülünk, hogy a kereskedelem az teljesen multikézbe, idegenkézbe került Magyarországon, mert az elmúlt 30 év gazdaságpolitikája Fidesz vagy balliberális kormány volt ugyanaz volt, de hát valamit, hogyha jó törvények vannak, ha lesz egy kormányváltás, akkor rá lehet venni akár ezeket a multikat arra, hogy még csak magyar beszállítótól vegyen, ami van persze Magyarországon. De egy akkumulátorgyár esetében mit, lítiumot, vagy mit fognak a magyar családi gazdaságok, ha egyszer majd talpra állítjuk Magyarország gazdaságát, mit tudnak majd beszállítani? Viszont akkor az is egy izgalmas kérdés, hogy az a 3 millió ember, aki a Fideszre szavazott, és előtte egyetértően bólintott, amikor azt látta kiírva, hogy nem leszünk bevándorló ország. Az mit gondol akkor, amikor találkozik több 100 000 vendégmunkással az országban?
hát nem fog neki örülni, de valószínűleg elhiszi azt, amit Orbán Viktor mondott. Ő azt mondta, hogy ez nagyon jó, mert két év múlva ezek a vendégmunkások majd elmennek, mert hogy a törvény, ami ugye novemberben, amit átpasszíroztak az országgyűlésen, mi persze nemmel szavaztunk rá, novembertől életbe lép. Hát én biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát plusz van még egy óriási probléma. Mondhat bármit a kormány. Mondhatja azt, hogy filippinok, meg katolikusok, meg keresztények jönnek, csak az a helyzet, hogy szükségszerű ilyen úgy fog majd alakulni, látjuk ezt a világ minden részén, hogy előbb-utóbb bangladesiek jönnek, Pakisztánból jönnek, olyan országokból jönnek, ahol egyrészt már nagyon eltérő a kultúra, vagy akár a vallás, de ami nyilván konfliktusokat fog eredményezni, de ami ennél szerintem sokkal nagyobb baj, hogy egy családban akár vannak 100-an, 150-en, tehát jön utána a rokonság, és ott már nem biztos, hogy mindenki konkrétan egy munkavállalás céljára érkezik Európába, ezt látjuk Nyugat-Európában. Tehát szerintem ez egy rendkívül felelőtlen folyamat, amit most beindított a kormány. Az Agárdi Hotellel kezdtük a bevezetőjét ennek a beszélgetésnek, az a VVS-i néven ismert komplexumban van, amely, ha jól emlékszem, akkor Európai Uniós források felhasználásával épült olyan csili-vili szépre, mint amilyen szép. Aztán a magyar kormány átadta a máltaiaknak, és a máltai szeretett szolgálat megszüntette a jelek szerint ott a szolgáltatás egy részét, és átadta az Iváncsei akkumulátorgyárnak munkásszállás céljából. Ez egy egészen elképesztő folyamat. Ez egy vérlázító történet, és azért vérlázító, mert ugye most arra hivatkoznak, hogy nem gazdaságos. Még egyszer mondom, nem gazdaságos, hogy ott a korábban elhelyezett súlyos izomsorvadással küszködő gyerekeket és családtagjaikat helyezik el, nem gazdaságos. Tehát azért van ami nem pénzben mérhető szerintem. Ráadásul 5500 milliárd forintot fizetnek be a magyarok évente társadalombiztosítási járulék címen. Tehát arra nincs pénz, hogy azt a néhány családot, azt a néhány gyermeket, ahol kerekesszékben vannak már a gyerekek. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon szomorú történet, egy nagyon súlyos betegségről beszélünk, hogy őket elhelyezze a magyar állam, ugyanis valóban két év a máltaiak úgymond átvették az üzemeltetést, de ugye ugyanaz a non-profit Kft. Üzemelteti, mint korábban, csak az állam kicsit kivonult belőle, bár én most a helyszínen tájékozottam, és olyan ott dolgozókkal beszéltem, nyilván nevüket nem szeretnék vállalni, akik elmondták, az államkincstártól kapnak ott még mindig fizetést, tehát nagyon érdekes a konstrukció, hogy hogyan másnak, működik. De az állam fizeti mégis. Ezt az információt én kaptam most, ez egy új információ, de ami szerintem nagyon fontos, hogy ugye a velencei tavi vízisportiskola területéről beszélünk, ez 2015-ben, ahogy azt ön is az előbb említette, összesen közel 2,5 milliárd forintból felújították, kifejezetten azzal a céllal, az itt található hotelt, ugye ez a tóparti sporthotel, azzal a céllal, hogy itt beteg gyermekeket, vagy akár konkrétan súlyos izomsorvadással küzdő gyermekeket tudjanak pihentetni, elhelyezni, táboroztatni, tehát akadálymentesítették az egész területet. Ez idáig így is működött, ott voltak a gyermekek, ott tudtak pihenni. Most bejelentették, hogy ahogy az előbb fogalmaztam, nem gazdaságos, bár azt is megtudtam a helyszínen, hogy ezt néhány nagyon egyszerű jogszabállyal, vagy akár egy-egy csillaggal, mert nincsen csillag a hotelon, az a lehetne gazdaságosabban működtetni, de nem ez a kérdés, hanem még egyszer mondom azt, hogy az állam van benne, 2,5 milliárd forint uniós forrás volt egyébként, amiből felújították ezt a komplexumot ezzel a céllal, a gyermekek rehabilitációjának céljával, és nincs az 5500 milliárd forintból évente, amit befizetünk társadalombiztosítási előként, miközben látjuk, hogy mi van az egészségügyel, látjuk, hogy már a maszek rendelőkben is sorbálnak az emberek, tehát nem jut arra, hogy visszaengedjék ezeket a gyerekeket. Ez vérlázító, ezért írásbeli kérdéssel fordultam néhány nappal ezelőtt a belügyminiszterhez, azért Pintér Sándorhoz, mert most a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, van egy ilyen, jelenleg Fülöp Attila, az ember, aki ezt miniszteri biztosként 2015-ben ezt a felújítást menedzselte. Várom a választ, augusztus 7-éig válaszolnia kell írásban a belügyminiszternek a kérdésemre, hogy mikor mehetnek vissza a gyermekek, ezt egy tolvonással meg tudná oldani a minisztérium. Ha ezt nem teszik meg, ugye már bejelentettem, hogy augusztus 26-án egy nagyszabású tüntetéssel készülünk, oda megyünk Agádra, biztos, hogy nem fognak örülni a vendégmunkások ennek, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy kutya kötelességünk, és egyébként nagyon nagy a felháborodás, hál' Istennek azért működik a szolidaritás még Magyarországon. Oda megyünk, illetve a polgári engedetlenség eszközeihez fogunk folyamodni, de ez így nem maradhat. Hát megint fontos
leszögezni, hogy itt megint nem a vendégmunkások tehetnek róla, nekik azt mondták, hogy ott lesz a szállásuk, ez egy helyzet, amiben ők belekeveredtek, ezt a helyzetet erről mi állítjuk. Erről a kormány tehet, erről a kormány tehet. És a gyerekekkel hagyjuk, hogy ezt megtegyék. Egyértelmű. Toroszkai László, köszönöm szépen, a Mi Hazánk elnöke volt az Egyenes Beszéd utolsó vendége ma este, és hát...